67 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el. Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a közel 100 000 közreműködőnek, akik az országban segítettek a 2010 évi országgyűlési képviselőválasztás sikeres megszervezésében és lebonyolításában. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a parlamenti pártok megalakították képviselőcsoportjukat. A frakcióvezetők a házszabály 9. paragrafusának 3. bekezdése alapján írásban bejelentették a képviselőcsoport elnevezését, a csoport vezetője és egyéb tisztviselők nevét, valamint a képviselőcsoport névsorát. Tájékoztatom Önöket, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 227 fős frakciójának vezetője Lázár János képviselő úr. A Magyar Szocialista Párt 59 fős frakciójának vezetője Mesterházi Miklós úr. Meklőári, bocsánatot kérek, bocsánat képviselő úr. Kijavítom, tisztelt ház, Mesterházi Attila úr. A Jobbik Magyarországért mozgalom 47 fős frakciójának vezetője Vona Gábor úr. A Kereszténydemokrata Néppárt 36 fős frakciójának vezetője Harrak Péter úr. A Lehet a Más Politika 16 fős frakciójának vezetője Schiffer András úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országgyűlés elnökének, alelnökeinek és jegyzőinek megválasztása. A frakciók képviselői megállapodtak abban, hogy alakuló ülésén az Országgyűlés az elnök mellett 5 alelnököt és 10 jegyzőt választ. A megállapodás szerint az Országgyűlés elnökének, valamint 2 alelnökének személyére a Fidesz frakciója, további 1 alelnök személyére a KDNP, az MSP és a Jobbik képviselőcsoportja tett javaslatot. A 10 jegyzői helyből 3 jegyző személyére a Fidesz, 2 jegyző személyére a KDNP, az MSP és a Jobbik frakciója, 1 jegyző személyére pedig az LMP képviselőcsoportja tett javaslatot. A képviselőcsoportok javaslatának megfelelően H/4 számú indítványomban azt kezdeményeztem, hogy az országgyűlés elnöknek Schmidt Pál urat, a Fidesz képviselőjét, alelnöknek Jakab István és Lezsák Sándor urakat, Fidesz, Újhelyi István urat, MSP, Balczó Zoltán urat, Jobbik, Latorczai János urat, KDMP, jegyzőnek pedig Erdős Norbert, Földesi Gyula és Szücs Lajos urakat, Fidesz, továbbá Göndör István és Nyakó István urakat, MSP, továbbá Hegedűs Lórántné asszonyt és Lenhard Balázs urat, Jobbik, továbbá Móring József Attila és Tarnai Richard urat, KDMP, valamint Szilágyi Péter Zoltán urat, LMP, válassza meg. Tisztelt Országgyűlés! A titkos szavazás szabályairól szóló házbizottsági állásfoglalásokat a futárpostában megkapták. Felkérem Samu Tamás Gergő és Dúró Dóra kórjegyzőket, ismertessék a legfontosabb tudnivalókat. Tisztelt Országgyűlés! A házszabály 10. paragrafus második bekezdése értelmében a személyi javaslatokhoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, arra az Országgyűlés vita nélkül határoz. A titkos szavazás szabályai a következők. A szavazás során az Országgyűlés korelnöke és korjegyzői, valamint a frakció korábbi megállapodása alapján a képviselőcsoportok további egy-egy képviselője szavazatszámláló bizottságként járnak el. A jelöltek számával megegyező számú szavazólapot képviselőtársaim a Dunaparti folyosón vehetik át a képviselők neve szerinti ABC sorrendben 6 csoportban. Tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy a szavazólapok színei az eredmény gyors megállapítása érdekében jelöltenként különbözőek. A szavazófülkék a folyosó végén vannak elhelyezve. A szavazólapon a jelölt neve mellett igen és nem négyzet található. Érvényesen szavazni az ezek egyikébe tett két egymás metsző vonallal lehet. Felhívom figyelmüket, hogy érvénytelen az a szavazat, amelyből nem állapítható meg, hogy a képviselő kire adta szavazatát. Tisztelt Országgyűlés! Megkérem képviselőtársaimat, hogy fáradjanak a nevük kezdőbetűjének megfelelő táblával jelzett asztalhoz, ahol megkapják a szavazólapokat. Felhívom figyelmüket, hogy a szokásostól eltérően vigyék magukkal, és a szavazólapok átvétele előtt szíveskedjenek felmutatni képviselői igazolványukat. A szavazólapok átadására csak ennek ellenében kerülhet sor. Ezt követően a névjegyzéken a felvétel tényét kérem aláírásukkal igazolják. A szavazás ideje alatt az ülésterem Dunaparti folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködők tartózkodhatnak. Kérem képviselőtársaimat, hogy a korjegyzők munkájának megkönnyítése érdekében a szünet megkezdésétől szavazzanak. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatok leadására 30 perc áll rendelkezésre. Most a szavazás és összeszámlálás idejére 2 órás szünetet rendelek el.